Hit kapuja című műsorban. Az eddigi adásokban főként Krisztus alakjáról beszéltünk, a kinyilatkoztatásról és annak teljességéről, Krisztusról. És innen szeretnénk egy lépéssel tovább haladni, mégpedig arról szólni, hogy Jézus akart-e egyházat, alapított-e egyházat, miért volt erre szükség. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy Krisztus talán még elfogadja. Ő szimpatikus mindaz, amit mondott és tett, gyönyörű, szép. Azonban az egyháztól valahogy idegenkedik. Úgy gondolja, hogy ilyen intézményre, külsőségekre nincsen szükség. Főként nagyon sokan azt gondolják, hogy az egyházban rengeteg a tökéletlenség, a hiba, a bűn. Valaki megfogalmazta ilyen hangzatosan is, hogy Krisztus igen, egyház nem. Közel 100 éve egy jezsuita teológus pedig azt mondta, egy Loázi nevű teológus, Jézus meghirdette az Isten országát, és helyette eljött az egyház. Erről szeretnék tehát néhány gondolatot mondani, mindenek előtt azzal kapcsolatban, hogy akart-e Jézus egyházat alapítani. Ha történelmi Krisztust nézzük, akkor benne volt-e ez az ő szándékában, a mondataiban, a tetteiben. Mindenek előtt onnan kell elindulnunk, hogy lássuk azt, hogy Jézus beleszületett, úgymond, egy egyházba, az ószövetségi Isten népébe. Ennek a népnek a tagja lett, körülmetélték, szombatonként eljárt a zsinagógába, ahogyan említi az evangélium szokása szerint, szombaton bement a zsinagógába. Ismerte a Bibliát, idézte Dávidot, Dávid zsoltárait, Mózest, idézte Istennek a kettős szeretet parancsát. Eljárt a jeruzsálemi templomba, ahova szintén tudjuk, hogy csak zsidó származású ember léphetett be a templomnak a belsőbb udvaraiba, és ha valaki nem zsidóként ezt megpróbálta, akkor a zsidóknak joguk volt az illetőt ott helyben kivégezni, megölni. Tehát Jézus beleszületik egy egyházba, az ószövetségi Isten népébe. És aztán, amikor föllép és elkezd tanítani, akkor azt látjuk, hogy kezd beszélni ő is egy közösségről, talán még helyesebben azt mondhatnánk, hogy egy új családról, Istennek a családjáról. Például azt mondja azoknak, akiket meghív, hogy kövessék őt, aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyerekeit, mint engem. Az nem méltó hozzám. Jézus kihívja az embert a régebbi családjaiból, és saját magához akarja mindenek előtt kötni. Aztán azt mondja, aki elhagyja értem apját, anyját, feleségét, gyermekeit, házát és földjét, az százannyit kap, már itt a földön, anyát, testvért és nővért. Jézus ígér azoknak, akik elhagynak érte mindent, már itt a földön anyát és testvért. Egy új családot, egy nem vér szerinti családot, amelyet Krisztus létrehoz és alapít. Másutt ezt mondja, aki Isten akaratát teljesíti, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Jézusnak egy új, különleges családja születik, ahol testvérként élnek együtt az ő követői, a tanítványai. Egy másik helyen azt mondja a zsidó nép vezetőinek, elvétetik tőletek az Isten országa, és egy más népnek adatik, amely majd megtermi a gyümölcsét. Isten országát odaadja egy új népnek, amelyik majd megtermi annak gyümölcsét. Egy új nép fog születni. És hát a legfőbb jele annak, hogy Jézus akart egyházat, az az, hogy kiválaszt 12 tanítványt. Nyilvánvalóan azért 12-t, mert az ószövetségi Isten népének 12 törzse volt. Jákobnak 12 fia szerint, ő rájuk épült föl az ószövetségi Isten népe, erre a 12 törzsfőre. Jézus a 12 apostol meghívásával jelezni akarja, hogy születik egy új Isten népe. Ennek kell egy új alap, új 12 törzsfő, ő rájuk építi rá az ő igazi egyházát, közösségét.
Jézus egy új szövetséget akar létrehozni. Az első szövetséget Isten az ószövetségi néppel kötötte, de Jézus azt mondja, hogy most egy új szövetség kötődik meg. Ahogyan ezt már a proféták is előre megjövendölték. Az utolsó vacsorán ezt mondja, ez a vérem a szövetségé, amely sokakért kiontatik, az új és örök szövetségé. És ennek az egyháznak a sziklájává Pétert teszi meg. Azt mondja Péternek, te Péter vagy, azaz kőszikla. És én erre a sziklára építem egyházamat. És a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Amit te megkötsz itt a földön, az meg lesz kötve a mennyben is. Amit te föloldasz itt a földön, az fel lesz oldva a mennyben is. Jézus ennek az egyháznak adott egyetlen vezetőt, egyetlen sziklát, Pétert. Ő volt az első az apostolok közül. Ő neki mondta a föltámadása után, legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Ő neki mondta azt is, hogy Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy meg ne inogj a hitedben, s ha majd megerősödsz, ha majd megtérsz, akkor te fogod megerősíteni a testvéreidet. Hadd említsem meg itt rögtön, hogy Jézusnak a nagy emberi bölcsessége is megnyilvánul ebben, hogy a közösségének akarta, hogy legyen egy emberi feje. Csak úgy tud ez az emberi közösség egymaradni, hogyha van egyetlen vezetője, aki összefogja. És a történelem tapasztalata azt mutatja, hogy mindazok a keresztény közösségek, felekezetek, amelyek leszakadtak Péternek a sziklájáról, azok utána elkezdtek szétesni. Nem tudtak egyek maradni. Igaz ez bizonyos értelemben az ortodox egyházakra is, amelyek nem tudták az egységüket megőrizni, és önálló nemzeti egyházak lettek, külön kopt, külön szír, külön görög, külön orosz, külön román, külön finn, nemzeti egyházak születtek, de igaz még inkább aztán a reformációból kinövő, a protestáns hagyományból kinövő egyházakra, ahogyan leszakadtak Péter sziklájáról, azonnal néhány éven belül elkezdtek szétesni, széttöredezni, és millió apró egyházra osztódtak szét. Nagyon érdekes, hogy a 70-es években egy német evangélikus hittankönyv jelent meg, tehát nem katolikus, hanem evangélikus hittankönyv, amely ezt írta, hogy nyilvánvalóan Jézus a tanítványok közül Pétert választotta ki, őt akarta az egyház fejének, és aztán hozzáteszi, hogy ha a római pápa ezt a péteri küldetést hitelesen fogja betölteni, akkor készek vagyunk arra, hogy az ő péteri szolgálatát elfogadjuk. Meglepő dolog, hogy egy nem katolikus hittankönyv egyfajta nyitottsággal gondol a római pápára, és nyilvánvalóan megvallja azt, hogy ő Péter utóda, aki az egység szolgálatát végzi az egyházban. Jézus tehát tanítványokat választ ki. A tanítványoknak hatalmat is ad. Azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Vagy azt mondja, akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. És akinek ti megtartjátok, az bűnben marad. Jézus teljesen nyilvánvalóan létrehoz egy közösséget, annak ad vezetőket, a vezetőknek ad hatalmat és megbízatást. Nagyon hamar az apostoli kor közvetlen következő évtizedekben, Krisztus élete után alig 70-80 évvel Antiochiai Szent Ignác már ezt a közösséget katolikusnak hívja, katolikus egyháznak, ami azt jelenti egyetemes, az egész földre elterjedt, illetőleg Isten egyetemes, üdvözítő akaratát, az ő teljes igazságát hordozza. Krisztus egyházat hozott létre, közösséget, Isten családját, és ennek az egyháznak vezetőt is adott. Az elmúlt évtizedeknek gondviselésszerű pápája volt
Boldog II. János Pál pápa az ő jelmondatát zenésítette meg a Boanergész együttes, ezt hallgassuk most meg, és ezzel az énekkel gondoljunk mostani Szentatyánkra is, és imádkozzunk érte. Mester, hol lakol? Jézus, merre jársz? Mutasd meg, hogy hol van az ország. Mester, hol lakol? Kérünk, válaszolj, hogy merre visz az hol. Jöjjenek hozzám, vásárlók, Kapuja című műsorban az egyházról beszélünk, és azzal folytatnám a gondolatainkat, hogy próbáljunk arra a kérdésre is válaszolni, miután láttuk, hogy Jézus akart egyházat, a tanítványait kiválasztotta és küldte, vezetőket is adott
az egyháza, a közössége fölé, leginkább Péter apostolt. Próbáljunk arra is válaszolni, hogy miért. Miért van erre szükség? Nagyon sokan azt mondják, hogy hozzám az Isten közvetlenül szól, nem kellenek közvetítők, nem kellenek intézmények. Mások azt mondják, hogy minden népnek megvan a maga vallása, hagyjuk meg abban, nem kell rá valamilyen másút kialakult vallást vagy vallási szokásokat ráerőltetni, minden népnek megvan a maga hite. Miért kell az egyház? Miért alapította Krisztus? Induljunk el talán onnan, hogy a vallásnak a leglényege az nem az, ahogyan nagyon sokan talán gondolják, hogy az ember tapogatózva megsejt valamit az Istenből, keresi őt és valamit megsejt. Minden nép a maga módján Istent elképzeli és keresi. A vallásnak a lényege elsősorban az, hogy maga Isten keresi az embert. Próbál hozzánk közeledni, megszólal. Nem annyira az a vallások lényege, hogy az ember keresi az Istent, hanem hogy Isten keresi az embert. Az ember a maga erejéből Istenig nem tud eljutni, mert Isten egy más létszinten van, mint az ember. Fölöttünk áll. Ahogyan az ember is egy más létszinten van, mint például az állatok. Az állatok azt, ami az emberben igazán emberi, azt nem tudják fölfogni és megérteni. Ha a kertben ülök és egy József Attila kötetet olvasok, és mondjuk odajön a lábamhoz egy kisegér, soha nem fogja tudni fölfogni, hogy itt igazából mi történik. Hogy mik azok a József Attila versek, és én miért olvasom. Az állat azt, ami az emberben emberi, az soha nem fogja tudni igazán fölfogni és megérteni, mert más létszinten van. És éppen így az ember is az Istent a maga valóságában megtapasztalni, fölfogni nem tudja. Mert Isten fölöttünk áll, egy más létszinten van. Az ember csak akkor tudja Istent megtapasztalni, ha Isten lejön a mi létszintünkre. Megtapasztalhatóvá teszi magát a térben és az időben, jeleket ad önmagáról. A vallásnak a lényege ez, hogy Isten közeledett, megszólalt, megihlette a prófétákat a történelemben önmagáról, jeleket adott, megtapasztalhatóvá tette önmagát, és az idők teljességében emberré lett. Isten lejön az ember létszintjére, a térbe és az időbe. És mivel az ember lényege szerint társas lény, nem egyedekként létezünk, már magát az életünket is a szüleinken keresztül kaptuk. Senki sem tud úgy létezni, hogy a léte ne kötődne a szüleihez, a génjeinket őtőlük kaptuk, a nyelvünket is az ősöktől, a hagyományból, a múltunkból kapjuk. Ahogy a nyelvek lassanként kialakultak, ugyanígy kapjuk a kultúránkat, a tudásunkat. Az ember része a kultúrának, a történelemnek, része egy nemzetnek, egy hagyománynak. Az ember lényege szerint közösségi lény, és lényege szerint társas lény. Vagyis a földi értékeinket is így kapjuk, közvetítve. A múltunkon keresztül, az őseinken, a szüleinken keresztül. És nagyon természetes, hogy Isten jelenléte is ilyen módon valósul meg a történelemben, társadalmi és történelmi módon. Isten szinte beletestesül a történelembe, megjelenik egy közösségben. Mindenek előtt egy népben. Ahogyan megszólal, lassanként, amit átélnek a proféták, átél Ábrahám, átél Mózes, átél Izaiás proféta, ezt lassanként továbbadják. Leírják, hagyományozzák, megszületik az Isten népe, akiket ő megszólított. Ahhoz, hogy Mózes tudjon találkozni az Istennel, ahhoz kell, hogy ő halljon Ábrahámról, és tudjon már arról, hogy Isten élő Isten, aki létezik, aki megszólít, aki szövetséget köt. Ahhoz, hogy Izaiás próféta tudjon kapcsolatba lépni az Úristennel, ahhoz kell, hogy ő halljon már Mózesről is,
a 10 parancsról, a szövetségről, amely Isten népe és az Úristen között fönnáll. Ahhoz, hogy legyen Símeon és Anna is, legyenek a tanítványok, ahhoz kell, hogy ők pedig halljanak Izajás prófétáról, a messiás várásról, a jövendőlésekről. Ábrahám, Mózes, Izajás egyetlen folyamatnak a részei szinte egymás vállán állnak. Így tud az Isten kinyilatkoztatása fejlődni, gazdagodni, mélyülni, hogy egy társadalmi, egy történelmi módon beletestesül a világba, az emberi hagyományba, az emberi gondolkodásba, a nyelvbe, a szertartásokba. Azt, amit tovább örökít az egyik nemzedék a másiknak, ezt szenteli meg, és ezt emeli föl az Isten kiválasztó kegyelme. Az, hogy Isten egy népet kiválaszt, az nem azt jelenti, hogy azok az emberek vagy az a nép kiválóbb lenne, mint a többi. A kiválasztottság az nem kiválóságot jelent, és nem az emberről szóló kijelentés, hanem az Istenről szóló kijelentés. Azt jelenti, hogy Isten kiválasztott helyeket és időpontokat, ahol önmagát föltárta. A kiválasztottság nem egy etnikai fogalom. Ahogyan Szent Pál apostol nagyon világosan mondja, nem mindenki Ábrahám fia, aki Ábrahámtól született. A kiválasztás az nem vér szerint adódik tovább, hanem Szent Pál így mondja, csak az Ábrahám fia, aki Ábrahám hitéből való. A kiválasztottság egy kapcsolatot jelent az Istennel. Egy teológiai fogalom, nem egy etnikai fogalom, így születik meg Isten ószövetségi népe. A kiválasztottságnak kezdettől fogva az a célja, hogy Isten majd minden népet kiválasszon, a világ minden népét, és minden néppel szövetséget kössön, egy új és örök szövetséggel. Már Ábrahámnak ezt mondja, benned áldás nyer, a föld minden népe. Izajásnál ezt olvassuk, hogy a messiás a nemzetek világossága lesz. Az ő tanítására várnak a szigetek. Isten tehát kiválaszt egy népet, beleírja az üzenetét, a jelenlétét a történelembe. Közösségi, társadalmi és történelmi módon van jelen. Talán ismerős sokak számára az elbeszélés, ami szerint egy sarkvidéki expedícióban az expedíció résztvevői egyik este egy hatalmas tüzet gyújtanak, és mindenki próbál hozzá fát szerezni innen-onnan az elég ritka növényzetből, nagy nehezen össze is jön. Mindenki beteszi a maga fáját, és körülülik a tábortüzet. Azonban az egyik résztvevője az expedíciónak, hogy elkezd magában gondolkodni, és sorra veszi az ott ülőket, és mindenkivel szemben van valami kifogása, hogy ez túl nagyképű, a másik afrikai, akiket ő nem szeret, a harmadik túl szemtelen, túl kritikus, túl csipkelődő, és magában azt mondja, hogy ezeknek én ezt a fadarabomat nem fogom kölcsönadni, odaadni, betenni ebbe a közös tűzbe. Kiszedi a maga fadarabját, a lángoló nagy fadarabját, és elviszi külön. És leül, hogy annak a lángiánál melegedjen. Azonban alig telik el egy 10-20 perc, és lassanként a tűz kialszik. Az a fa egyedül nem tud égni. Az ember elkezd fázni, és aztán szégyenszemre vissza kell mennie a nagy közös tűzhöz, visszateszi a fáját, amely a többi résztvevőnek a fájától, azoknak a lángjától újra lángot fog. Az ember lényege szerint közösségi lény. Ahogyan nem tudjuk az emberi, a fizikai létünket sem egyedül megőrizni, azt a lángot sem tudjuk egyedül életben tartani. Az ember a kultúráját, a nyelvét is csak úgy tudja ápolni, továbbadni, ha vannak iskolák, vannak színházak, vannak könyvek. A szellemi életünket is csak így tudjuk ápolni, erősíteni. Éppen így van ez a lelki és a kegyelmi élettel is. Istennek létre kellett hoznia egy üdvözítő közösséget, egy olyan közeget, ahol jelen van az ő ereje, az ő kegyelme és üzenete, ahogyan ezt Krisztus számtalan helyen mondta, aki titeket hallgat, engem hallgat.
A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam, akinek ti megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Menjetek az egész világra, kereszteljetek meg mindenkit, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hogy az egyházban milyen különleges kegyelmi jelenlét van, hadd idézzem föl Charles de Foucault atyának, a későbbi Foucault atyának a megtérése történetét. Ő egy francia katonatiszt volt, egy eléggé gazdag és nemesi családból, de egy rendkívül könnyelmű életet élt, ivott, kártyázott, rengeteg pénzt elveszített, szerelmi kalandjai voltak, nagyon sok botrány körülötte, annyira, hogy a tiszti rangjait elveszítette, sőt, a hadsereg kizárta a soraiból, és a családja is kitagadta azért, hogy nehogy további anyagi nehézségeket okozzon a könnyelmű élete. És Charles de Foucault akkor a kirobbanó algériai háborúba jelentkezett, mint közlegény. És hát nagy nehezen fölvették, mint olyasfajta ember, akinek nincs veszíteni valója, vakmerően bátran küzdött, és közben ott Algériában felfigyelt az araboknak, a muzulmánoknak a hatalmas erős hitére. Megdöbbentette őt ez az erős, megingathatatlan hit. Annyira, hogy elhatározta, hogy ott marad, abba hagyta a háborúzást, és átszökött az akkoriban még teljesen zárt országba, Marokkóba. Egy tisztán muzulmán ország volt ez, amelyet a vallás törvényei irányítottak abban az időben. Foucault a puszta szélén általában titokban egyedül élt, fél éjszakákat töltött azzal, hogy bámulta a gyönyörű, hatalmas, csillagos eget, és ámulva nézte ott is az arabok nagyon mély hitét. És aztán lelkileg már kicsikét megrendülve, keresgélve, karácsony előtt hazalátogatott Franciaországba. És egyik hajnalban bement egy templomba, ahol nagy örömére megpillantott egy öreg papot. És oda ment hozzá, és azt mondta, hogy rengeteg kérdése van a hittel kapcsolatban, kételjei vannak. Szeretne az atyától kérdezni. Az atya végignézte ezt az üllött előéletű fiatalembert, végignézett az arcán, az egész emberen, és azt mondta neki, hogy jöjjön, térdeljen le, gyónjon meg, és akkor hinni fog. Mire Foucault azt mondta, hogy ő nem gyónni jött, ő kérdezni szeretne. Kéri az atyát, hogy válaszoljon a föltett kérdésekre. De a pap újra határozottan azt mondta, hogy higgyen nekem, jöjjön, térdeljen le, gyónjon meg, és akkor majd hinni fog. És Foucault maga sem tudta pontosan, hogy miért végül is engedett. Bement a gyóntatószékbe, letérdelt, és az utóbbi 20 évének minden botlását, szennyét, szépítés nélkül, kertelés nélkül letette az Úristen előtt, az ő irgalmába helyezte. És azt érezte, hogy hatalmas kegyelem árad rá, árasztja őt el, óriási öröm és béke, ahogyan fölállt abból a gyóntatószékből, valóban hitt. Néhány napon belül eldöntötte, hogy ő pap lesz. Krisztus jelen van az egyházában, titokzatos módon azóta is, ahogyan ígérte, nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek. A föltámadt Krisztus jelen van az egyházában. Az egyház Krisztus teste, mert az ő lelke él bennünk. Az egyházban különösen a szentségek által Krisztus azóta is gyógyít, azóta is bűnöket bocsát meg, azóta is táplál minket az ő testével. Kedves testvérek, az adásunk élő adás. Aki szeretne hozzászólni vagy kérdést föltenni az egyház
témájában annak a telefonhívását nagy szeretettel várom a 061-374-0904-es telefonszámon. Közben pedig hallgatjuk Kisszent Teréznek egy gyönyörű mondatát, amelyben a maga hivatását próbálta megfogalmazni: anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Igen, tessék, Mária Rádió. Tessék parancsolni, Mária Rádió. Mindenre kiemen. Azt szeretném mondani, hát most kapcsoltam be a rádiót, mert megjöttem a háromnapos zarándoklatról, Májanosztrára mentünk. Szép. És most tudtam meg mi az, hogy kegyelem. 13 éve voltam első áldozó, és most mindent helyre rakott az Úristen, meg csak kegyelmek áradtak. Nagyon örülök. Ezt akartam elmondani, egyház, hallom, hogy egyház címe volt a műsorok, vagy egyház témában lehetett betelefonálni, hát én remélem belefélt a témakörbe. Igen, az egyház a kegyelemnek a hordozója, továbbadója, szolgálja, az a hely, ahol Krisztus azóta is gyógyít és jelen van. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, és értessék a jövőt! Mindörök jelmen! Igen, tessék, már rádió. Halló. Tessék parancsolni. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindre kiemen. Tisztelendő püspök atya, azt szeretném megkérdezni, ha az jutott az eszembe, mikor tetszett magyarázni, hogy katolikus, meg hogy alakult az egyház, hogy gondolkodtam, hogy lényegében, bár én katolikus vagyok, és nagyon szeretek katolikus lenni, semmi üzem ellene, édesanyám is az, apukám nekem, de nem nagyon, minden nagyon jó, csak azon gondolkodtam, hogy az Úr Jézus lényegében ő nem mondta azt, hogy legyetek katolikusok, vagy nem tudom én. Szóval ő nem választotta itt szét, nem? Jézus egyetlen egyházat alapított, és ezért nagyon imádkozott is, hogy a tanítványai legyenek egyek. Talán tetszik emlékezni, hogy amikor a utolsó vacsorán imádkozik, igen, a legfőbb kérés ez, hogy legyenek mindnyájan egy, igen, hogy elhiggye a világ, igen, hogy őt az Atya küldte. Tehát ő egy egyházat akart, és egy egyház is született az ő működéséből, csak sajnos az emberi bűnök ezt szétszakítják, illetőleg hát sokan azt gondolták, hogy ők alapíthatnak egy új egyházat. Ezek ilyen emberi alapítású egyházak voltak később a Áriusznak a tanítása nyomán, vagy más új egyház alapítóknak a működése nyomán. De Jézus szándéka nyilván ez volt, hogy egyetlen egyház legyen. De ő kimondta, hogy katolikus. Nem? Igen. Tehát Jézusnak tanítványai voltak, igen, igen, akik nagyon hamar, ezt olvasjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy
elkezdték magukat kereszténynek nevezni, krisztiánosznak, vagyis fölkenteknek, krisztusiaknak. Igen. Ez elnevezés elég hamar kialakult, olyan Krisztus után 50 tájékán, illetőleg kívülről nevezték őket názáretieknek, mint a názáreti követői. És nagyon hamar, ahogy szintén említettem, nevezték magukat katolikusoknak is. Vagyis, az a valaki. Ami azt jelenti, hogy egyetemes. Okay. Tehát ez egy olyan név, ami nem a reformátusok ellen alakult ki, okay. Akkor még csak egyetlen egyház volt, okay. Csak kezdték magukat így is nevezni, hogy katolikusok. Valami nevet tetszett mondani, nem tudom, hogy hívta. Antiókiai Szent Ignác. Igen. Ő Krisztus után olyan 100 tájékán élt, nem sokkal később lett vértanú, és ő az első, aki ilyen módon nevezi az egyházat, de azt ismétlem, hogy akkor még egyetlen egyház volt, tehát nem volt... És azt hogy hívták azt az egyetlen egyház? Katolikusnak. Azt is hogy hívták? Tehát ő az, aki először így nevezi, egyháznak mondták, ekléziának vagy gyülekezetnek. Igen, mert hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy legyenek egyek. Igen, igen. Azáltal, hogy egyház. Igen. Igen, értem. Isten megáldja, minden jót kívánok. És közöttját is. Minden nagy jót, minden jót. Dicsértek. Mindörökké, amen. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, a Hit kapuja című műsort hallották.